Kedves nézőink, úgy értünk a Nyíregyházi Állapark bambusz éttermébe, és megint főzni fogunk. Megint az korszerű eljárás szerint készült zacskóban főzött kacsamell, azaz szúdolt kacsát fogom készíteni nekik is friss, zroppanó zöldségekkel. A kollégám elkezdte falani az zacskót a saját késével, hála Istennek, nem az enyém. Nem az enyém, bérbe van, innen vettem hátulról. Nem akkor az csak az én késével falani az zacskót, ahogy az enyém az szokott. Nála van, csak mégis. Én még ezzel fogom deszkát vágni, mert fog neki örülni. Deszkát vágunk, így van. Nézzük meg a kacsamellet, hogy megint kacsamell szúdolva van. Azt jelenti, hogy vákuum zacskóban van 60 fokon, mennyi ideig? Ez másfél órát volt 60 fokon. Egy kevés kis fokhagymával, így van, sóval, borsa, és ebből a léből pedig... Neked van ilyen? Nem, ennek van ilyen nagyon jó illata. Nem, ezt fűszer el fogjuk használni. Ebből öntsük bele akkor ebbe, jó? Mártás, ebbe például nagyon jó lesz elkészíteni a zöldségeket. Ugye már fokhagyma nem kell ez vele, mert ennek az íze benne van, ennek a fokhagymának, ami... Ugye tudjuk, az igazi kacsmát az rózsaszínre szoktunk sütni. Ennek a belseje már rozé. Ez azt jelenti, hogy most kívülről fogunk egy kérget sütni a kacsamellre, és el is fog készülni. Az összes fűszer átjárta, az összes ízlet itt van a zacskóba. Lesz, vagy rozé kacsa lesz, vagy sűrt kacsa lesz? Néma kacsa, öcsém, néma kacsa. Néma kacsa, de sűrni fog, sercegni fog, akkor is néma lesz. Hát a kacsa már igen, szerintem. Ez a kacsa már néma lesz. Na fogjuk hozzá. És ebben nincs influenza. És nem fogok sózni. Igen. Csak igen, mert van egy olyan jelentősége, hogy ezt a kis kacsát egy kicsit megöregíteni olyan szinten, hogy... Hol a pipa? Zsana. Ez. Azaz, tényleg, és jó, azok nekem jó, és akkor most itt neked a kicsi. Az is jó, bőven. Mennyit fejlődtél? Egyből eltaláltam. A zöldségről el kell mondani, hogy... Sárgarépa. Nem. Lila sárgarépa. Az majdnem fehér sárgarépa. Sárga-sárgarépa. Az meg sárga-sárgarépa. Az meg a hagyományos répa. Rendes sárgarépa. Ő... Gyökér. A kettőt keverik mindig. Gyökér. És akkor... Találós kérdés. Sárga cékla. És cékla. És még sárga cékla. Baby. Sárga cékla. Ugye ő a közös, mert pagod a karfiol. Ami a blansírozó van, azt elmondjuk. Így van. Mi a blansírozás? Hát nem tudom, azt mondták, hogy jó hangzik, mondjam el legalább egyszer a műsorban. Jó. Sponzor? Van sponzorod? Sponzor azt mondta, hogy legalább egyszer mondjuk el ezt, hogy blansírozzuk. Nem tudom, kinek mutatom. Gyönyörű szép formája a céklának, a sárga céklának. Még felén kicsit ismeretlen, de a cukorrépát régen használtuk az almához. Mi a blansírozás? Tegyük össze? Blansírozás? Nem tudom, valami nagyon rossz francia szó, és hogy mit jelent, nem tudom. Azt tudom, hogy meleg van benne, meg só, meg víz. Többit azt nem tudom, hogy rakják össze, de mindig beletesik. Nagyon sok háziasszony szokott úgy járni, hogy a zöldborsót leszedi a májusba a zöldborsót, és beteszi a méhítőbe. Na ez a zöldborsó megszokott keményedni méhítőbe, de azt, ha leblansírozná, akkor ez soha nem keményedne meg. Ez azt jelenti, hogy fel kell főzni egy pici kis vízbe, rendes vízbe fel kell főzni, sós vízbe, kihűteni, és így kell lefogyasztani. És a zöldborsó puha marad. Mindenféle zöldséget tudtuk ezt eljátszani, hogyha fagyasszuk a zöldségféléket. Meg ha játszunk a zöldséget, de el is lehet akár készíteni. Akkor én már kész is vagyok. Tehát az én húsomnak tényleg szalonnabőr része egy kicsit, illetve a, nem szalonnabőr, bár mondhatnánk rá, hogy szalonna, mert azért a bőr alatt némi zsiradék is található, egy jó fél újnyi. Én ezt oda dobnám, babba dobnám neked vele ezt, jó? Dobja, drága! Azért, mert ebben ne főzzük már ebben. Abba elég lesz a... Igazíts meg! Színek kavarkágya, miért igazítsam meg? Fogvályóval, jó? Kicsit arrébb tesszük. Ez is pedig át, jó? Ugye ez a vákum majdnem hasonlít a sütőzacskó elvéhez. És a sütőzacskóban is nagyon jól el lehet készíteni egy csirkezúzát vagy pulykazúzát, de ugyanúgy vákumban is el lehet készíteni. Annyi, hogy a párolási, illetve főzési ideje kicsit hosszadalmas, tehát az a 6-8,
nagyobb dúzánál akár 12 óra is lehet, viszont ezt szépen kihűtjük, felszeleteljük, senki sem mondja meg, hogy pulyka zúzát fog enni, vagy illetve zúzát teszik, ha csak egészen nem látta az egészet. Hát egy végtelenül nagyon friss, finom hús íze van. Nagyon sokan megjegyzik ennél az eljárásnál, hogy egyetlen egy baja van szerintük, hogy kicsit főtt hús íze van az egésznek. Hát ez talán valamilyen szinten igaz is, de ha megfelelő mártás, illetve a sütési időt megfelelően tudjuk időzíteni, akkor ez a főtt íz úgymond el fog tűnni belőle teljesen. Itt például szalonna bőr pirosságának megfelelő kiválasztásával. Tehát én is megnéztem most, és úgy vettem észre, hogy ennek még így nyugodtan lehet süttyéreznie. Igen, tudom, sor kell és bors. Jelve? Vékony lesz, ugye? De jó az neki. Jó lesz. Mind a kettő legalább felfér. A blansírozásnál azért észre lehet venni, hogy a zöld színe milyen szépen megmarad. Direkt oda van téve egy petrezselyem zöld, érzékeltetni a zöld színét magának a magodat. Nagyon lassú ez a gáz, akkor erősebb, akkor meg én fogok égni, igaz? Akkor kimegyek ide a kúr másik oldalra, kit érdekel? És onnan fogunk így kit érdekel? Főzni. Meg lehet nézni, hogy milyen szép piros lesz a felső bőr része. És ez már talán a szemnek is tudja hitetni azt a érzést, hogy ez a hús ténylegesen meg van sülve, holott csak érzéki csalódás, hiszen ez a úgymond előfőzött bőr csak egy kicsit vissza van pirítva, illetve meg van pörkölve, és azzal van becsapva az emberi szem. Csoda történt, nem kell sóznak. Nem kell sózni. Ki sózta azt vajon? Talán én? Én titokban. Vagy te titokban, kibontotta az asztót 60 fokon. Búvár szemüvegbe, vagy nap szemüvegbe még jobb. És akkor ez most cukorrépa, vagy sima répa, vagy sárga répa, vagy lila répa, vagy ez? Hogy mondtad? Ez volt a lila répa. Igen. Én ezt mondjuk sárga répa, segítek, jó? Meg van a sárga répa is. Igen, meg van a fehér sárga répa. Meg van a fehér sárga répa is. Na. Ide gyere a húsra, vagy jó, és akkor itt tudod szeltelni, ha szükséges. Várjál meg, ez olyan szépen. Hát, már én is majdnem balkezes vagyok, várjál meg. Hú, visszaveszem. Ragályos vagyok? Másik oldalra. Ezt. Az még nyugodtan sülhet. Most befejeztem vele. De ne panaszkodj el, hogy meleged van. Nekem nincs. Merem én azt mondani? A zöldséget sem kell teljesen túlsülni. Tehát van egy ilyen karamell. Mikor megjelenik a karamell, tehát akkor kezd el úgymond barnulni a répa. De akár a fokhagymánál is, vagy a céklánál, és a pici kis cukortartalom, ha előjön, akkor egy nagyon picit meg tud barnulni. Nehéz vagyok. Hát azzal nem is volt egy nehéz, mert a blansírozásra elvégeztem. Ennyi volt rám bízva. Ennyi volt. Na látod, ez jó volt. Ennyi volt rábízva. Most ha én ezt pártolás nélkül sütném, tehát most hogy két órán keresztül. Meg lehetne sütni 5 perc alatt is, csak akkor nem biztos, hogy mert elfogadnák a kedves vendégek, illetve a szakma, és ilyenkor szokták azt mondani, ilyenkor úgy néz ki a hús, mint a baltával szeletelték volna, mert az egyik teteje, illetve a szeletnek a felső része valószínűleg szép vékony lesz, míg az alja biztos, hogy vastag, mert nem lehet ezt elvágni. Azt mondta, Edra, ennyit segítek neked. Elraktuk. Cseréljünk helyet. És még a sercegő serpenyőből tálalnak ezek a jó emberek. Vagy nem is olyan jó, hát ezt majd mindenki eldönti. Lágy még balla? Nem, kérem, köszönöm. Hát mondjuk szoktak alá tenni a segítek. Vagy egy kis konyharuhát esetleg. De azt, ami szakmán fordolgózza rajta, értem? Nem tudtam, mit eljössz ide. És? Én egész egészen dolgoztam, és jó volt. Tehát neked is semmi se jó. Meghagyjuk szépen.
és kiemeljük a középső részt, mondjuk így. És a rozéi kacsa mellé. Játszunk visszafelé a rozelitásszal. Elvágom én vagy, jó? Na persze, visszafelé is, majd azért fogtam meg. Látod, a ballal se tudom elvágni, tehát se jobbal, se ballal. Amatőr. Két ballal már. Viszont nagyon jó sikerül. Egy kis szaftunk is maradt esetleg? Igen. Annyira rengeteg, nem? Kérhetünk rá. De akár a perzsel rész is rámegy. Nagyon jó. És akkor kacsamell teljes része oda van adva. Csontot nem adtunk hozzá. Adtunk hozzá egy kis, alig kész teszem így, hogy mégis jobb legyen. Nézzék meg, hogy... És itt van a vágási felület. A másik felét is oda tesszük. Hát ezt majd a kameraman összevágja úgy, hogy ő akar, illetve a... Mi ez? A vágó. A vágó. Vágó. Azt hittem nem böllér. Istán a másik. Böllér. Kis kapacsága, hogy hátul majd hallom. Összevágja. Böllér majd kedves összevágja. Nézzünk, elkészült a rozikacsánk. Rozikacsánk egy kis magorakarfiollal és répákkal. Répa variációval, mert több répa van. Most már csak répákkal fogjuk mondani. Igen. Jó étvágyat hozzá. Viszontlátásra.